Teraszpelem sorozat folytatásaként most nézzük meg, hogy legtipikusabb esetben, ha van a teraszon valamiféle burkolatunk, mindenféle rétegekkel, azt most nem elemezzük, valamerre lejt, és ez a lejt is mondjuk kifelé történik. Itt van valamiféle falunk, hiszen ez egy belső tér, itt továbbra is külső térről van szó, és a víz valahogy erre folyik, hiszen itt esik erre az eső, a csapadékot valahol el kell vezetni. De mi történik, ha ide... Most egy egyszerű erre a csatornát elképzelünk, amiben a szigetelés és a burkolat felületére belefolyik a víz. Ugye ha ez meleg tél, tehát fűtött tél, tehát teszem azt 25 fok van, tehát egy nagyobb hőmérséklet. Itt viszont mínusz 20 fok van, most sarkítok természetesen, tehát egy olyan hőmérsékletet feltételezzünk, ami biztos, hogy hidegebb, mint ez a belső tér, hiszen ez külső tér, és térről van szó. Ennek a 25 foknak a melege, felfelé és kifelé próbál áramolni, nyilván erre is próbál kijutni, és attól függően ide mennyi hőszigetelést tudtunk berakni ebbe a rétegrendbe, valamennyi ki is jut belőle, tehát nem tudjuk az egészet megakadályozni. És a tetőn felhamozódó jég, hó, téli csapadék az ilyenkor megolvad. Ez a megolvad csapadék elindul erre felé, a perem irányába, viszont itt körbe ez a hitak hatás éri, tehát minden irányból. Tehát nincs olyan neki, hogy meleg rész, talán csak egy kicsi innen, ha hőhidas a szerkezet. De minden esetre ez a hókupac, amit el tudott olvadni, itt újra megfagy, és az egész eres csatorna megfagy, és ez a megfagyó víz, ez a jég, ez itt szétfeszít mindent, a csatorna oldásaitól kezdve a vízcseppentőkig, a peremektől a burkolatokig, tehát ezt a zónát fagyasztja ennek a hatása, ami igazából a kiáramló merekből következett be. Ezért vonalmenti csatornákat ilyen teraszperemeknél nem szélszerű csinálni, mert az, az egész zóna végül le fog fagyni, és valamilyen módon károsodik. Persze ezek a lehulló elemek még balesetét is okozhatnak, ha az utca felé történik, de amúgy sem szerencsés szétfagyasztani a teraszunk, illetve a házunk peremét. Ez nem egy jó megoldás. Tehát ezt próbáljuk kerülni a vonalmenti vízelvezetést. Ha mégis ilyet csinálunk, akkor rajzilag jelölve tegyünk bele egy villámot, ami azt jelenti, hogy valamiféle fűtő kábellel van ez ellátva, fűtő szőnyeggel van ez ellátva, tehát ha felkészülünk erre az elfagyásra, akkor legalább fűtsük meg, tehát ha már más megoldás nem üteszünk be, és kitaláltunk egy ilyen rossz konstrukciót, akkor legalább fűtsük meg ezt az egész peremet, vagy magát a csatornát, vagy ezt az egész zónát, ahol ez az elfagyás, az a szétfagyás be tudnak következni. Tehát lényeg az, hogy ne alakuljon ki nekünk egy olyan jégzóna, ami aztán a szerkezeteket és a vízelvezetét károsítja, és a vízelvezetést is nehezíti. Hiszen ha itt kialakul egy jégsánc, mert megfagyott ez a felolvadt hó, akkor a következő víz egység, vagy olvadék egység már nem tud mit csinálni, és ezen halmozódik, és újabb-újabb jégsáncokat képez, és az alatt levő szerkezeteket fagyasztja felburkolatokat szedi szét, fugázatokat teszi tönkre. Tehát minden esetre ez a fagyás-olvadás ciklus itt ebben a fagy fagyózónában a perem mentén, ez mindenképpen problémás. Tehát ezért is van, ez is az egyik fő oka annak, hogy a peremek a teraszok esetében szétfagynak és tönkre mennek, és ha tovább ragozzuk, akkor még a homlózott burkolat, ami itt van, legyen az hőszigetelés vagy egyéb burkolat, az is károsodik, annak a felső zóná is károsodik, és az is megnyílik itt a fagyások által, a fagyások repesztő hatása által. Tehát ha lehet, a vonalmenti vízelvezetés kerüljük a teraszok esetében, hiszen itt az alulról megolvadni tudó nedvesség, az itt fagyásokat okozhat, de minden esetre ez probléma, tehát ezt kerüljük.